Köszöntöm nézőinket! Egy hete csengettek be az iskolákban. A Debreceni Tankerületi Központ idén is több fejlesztéssel készült az új tanévre. Az elmúlt évek sikereiben jelentős szerepe volt Papné Gyulai Katalinnak. Az igazgató szeptember végével távozik a tankerület éléről. Szakmáról, magánéletről, múltról és jelenről is beszélgetünk a következő percekben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Még mielőtt magánéletről beszélgetnénk, egy kicsit kezdjük a szakmával, illetve az idei tanévkezdéssel. Mennyire mondhatjuk azt, hogy Debrecenben zökkenőmentes volt? Hát ugye az országos sajtóból hallottuk, hogy voltak tiltakozások, munka, beszüntetés, nem mindenki vette fel az első napokban a munkát. Itt Debrecenben hogyan indult a tanév? Azt kell, hogy mondjam, hogy zökkenőmentesen indultunk. Mi is kell egy intézményben egy tanévindításhoz, kell infrastruktúra és kell pedagógus. Természetesen a gyermekeket úgy vártuk, hogy felkészültünk fejlesztésekkel, infrastruktúrális fejlesztésekkel, és nagyon büszkén mondhatom el, hogy 100% a szakos ellátottságunk, tehát minden kis gyermekhez szakos pedagógust tudtunk beküldeni, illetve kezdték el a tanévet, és hála Istennek nálunk mindenki elkezdte szeptember 1-én munkával az évet. Mi volt a legnagyobb volumenű fejlesztés, miket vártak leginkább a diákok? A tanévet mi ugye 21-22-es tanévbe, illetve 22-23-as tanévbe számoljuk. Ebben az esztendőben 1,6 milliárdos fejlesztést fordítottunk az intézményeinkre, vagy egy részére inkább így fogalmazok. Minden intézményünkben tisztasági festés volt, ez teljesen természetes számunkra. Az 1,6 milliárd forint a nagyobb volumenű felújításokat, beruházásokat jelentette. Mindannyian emlékeznek, úgy gondolom, hogy a Petőfit teljes körülön felújítottuk, bővítettük, Vinkelt iskolában, Bocskaiban vizes blokkokat, tantermeket újítottunk fel, a Gulyás Pál kollégiumban a hőszívó rendszert újítottuk fel 41 millió forint értékben, és hát a Megyesi, ami közel 500 millió forint értékben történő beruházást foglalt magába. A Petőfi Sándor általános iskola az valóban egy nagyon nagy fejlesztés volt, talán az egyik legnagyobb itt a felsoroltak közül. Ott most mennyiben másabb a működés, amióta megtörtént ez a fejlesztés? Hát egyrészt korszerű körülmények, 21. századi körülmények között, másrészt pedig úgy gondolom, hogy egy helyre tudjuk, vagy a több telep helyet tudjuk egy helyre, vagy két helyre átcsoportosítani, kényelmesebb lesz a gyermekeknek, másik pedig a felszereltségük nőtt, és bővült a képzési kínálat, hiszen a művészeti képzés is bevezettük, 1,2 milliárd forintot jelent ez a felújítás. Összesen egyébként hány diák körülhet ezeknek a fejlesztéseknek, tehát hány diák kezdte meg a tanévet a tankerületi közel 21 ezer gyermek kezdte el a tanévet, 2800 alkalmazottal, közalkalmazottal, illetve kormánytisztviselővel segítjük ezt a fajta munkát, és azt gondolom, hogy nem csak ezekben az intézményekben történt a fejlesztés, hanem folyamatosan bővítjük eszközökkel, és természetesen az infrastruktúrával tesszük kényelmesebbé, egészségesebbé, biztonságosabbá a gyermekeink életét. Ezek mennyiben segítik az oktatást a digitalizált világban, illetve hát ugye mindig büszkén mondja el az eredményeket, hogy milyen eredményeket értek el az önök diákjai. Mennyiben segítheti az oktatást ezek a fejlesztések? Alapvetően úgy gondolom, hogy az alapját adják. Hiszen ha nem megfelelő környezetet biztosítunk pedagógus és gyermek számára, akkor az eredmény nem biztos, hogy úgy jön, ahogy mi szeretnénk. Igen, azt mondta az előbb, hogy büszkén mondom el az eredményeket. Természetesen nem csak egy év vonatkozásában, hanem az 5 év vonatkozásában tudok beszélni nagyon jó eredményekről, ha szabad így fogalmazni, és büszkeséggel tudom ezt mondani. És azért az 5 év vonatkozásában, mert 2017-ben alakult a Debreceni Tankerületi Központ, és hogyha az infrastruktúrális fejlesztéseket nézzük, az közel 8 milliárd forint. Ez elég szép szám. És hát ehhez elvárjuk a kollégáinktól, hogyha a hátteret biztosítja a fenntartó, hogy akkor a tanulmányi eredmények is így alakuljanak. Természetesen ezekkel is büszkélkedhetünk a gyermekeink vonatkozásában is, amilyen eredményeket hoztak itt a város számára, a tankert számára. Mennyi voltak kitűnőek, illetve most a nyolcadikosok, azt jól tudom, hogy már nagy százalékban leteszik az első nyelvvizsgájukat. Ez azért az én időmben még nagyon ritkaság számba ment. Igen, én úgy gondolom, hogy amikor eredményekről beszélünk, akkor általában meg szoktuk vizsgálni, hogy mennyi a kitűnő tanulók aránya, mennyi a bukottak aránya, évismétlők aránya, és az eltelt 5 esztendő átlagában több mint 21% az általános iskolás gyermekeinknek kitűnővel hagyta el az általános iskolát, és 13% a középiskolásoknak. Én ezt nagyon jó szép eredménynek tartom, és szép eredmény még az is, hogyha elmennek nemzetközi versenyekre a gyermekeink, akkor
1200 olyan eredményt hoztak, ami nemzetközi helyezést, első 10 helyezést jelentette, és több mint 5000 első 10 helyezésünk van országos szinten. Én ezt kiemelkedő teljesítménynek találom, és nekem mindig veszőparipám volt a nyelvvizsga, amire ön is utalt. 70%-a a diákjainknak a középiskolát nyelvvizsgával, minimum egy nyelvvizsgával hagyja el, és az általános iskolás korosztályú gyermekeinknél is több mint 300-an léptek ki az általános iskolából, hogy vagy középfokú, vagy két gyermeknek felsőfokú nyelvvizsgája is van. Én ezt fantasztikus eredménynek élem meg. Abszolút, egyetértek. Említette, hogy 100%-os a szakos ellátottság. Vannak-e ennek ellenére olyan tantárgyak, ahol hát jobban kellene azért az utánpótlás, amit most nem feltétlenül szívesen választanak a fiatal pályakezdők? Erre azért nem tudom megadni a választ, mert a 100% szakos ellátottság ez azt jelenti, két oldalról kell megközelíteni. Az egyik az, hogy minden pedagógus a gyermekre tette le az esküjét akkor, amikor ezt a hivatást választotta magának. Tehát akármilyen szakos, nem kizárólag csak abban az intézményben lát el feladatot, amelyben alapvetően mondjuk a több óra számot biztosítjuk a számára, hanem más intézményben is. A másik oldalról, amiről meg kell közelíteni, hogy más intézményben órát tartva tudjuk számára biztosítani a teljes óra számát, tehát a teljes állást. Így aztán a városon belül intézmények közötti áttanítással, illetve nem csak a városon belül, hiszen nekünk 7 olyan településünk van, amely a Nyíradonyi járásban van, oda is feladatot ellátnak a kollégáink, és az különböző tantárgyak esetében. Tehát mindig az első a gyermek, szoktam mondani a Debreceni Tankerület zászlajára, a gyermek neve van hímezve, ez azt jelenti, hogy minden pedagógus kollégám. Nem biztos, hogy az elején szerették ezt a rendszert, de több olyan esetről is visszajelzést kapok, amikor elmentek a vidéki kisiskolába, és ott is ragadtak, mert hogy az a környezet, az a gyermek, aki ott tanult, vonzó volt számukra. Tehát azt gondolom, hogy az a pedagógus hivatásnak a csúcsa, amikor teljesen mindegy, hogy melyik intézménybe, de a gyermekért teszem azt, amit tennem kell. Ha már a vonzó szót használta. Hogyan tudják, illetve hogyan tudja a szakma vonzóvá tenni a pedagógus pályát? Mostanában azért elég sok híradás van a pedagógus pályával kapcsolatban, többen szeretnének béremelést, de ettől függetlenül ez egy gyönyörű életpálya, én legalábbis azt gondolom. Én is azt hiszem, hogy az megy el pedagógusnak, aki alapvetően szereti a gyermeket. Persze vannak nehézségek, de hogyha egy csapatba bekerül egy pedagógus, és ott jól érzi magát, akkor azt hiszem, hogy ott is ragad. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a Klebersberg ösztöndíj már a hallgatóknak javasol olyan lehetőségeket, amikor fölveszük az egyetemmel a kapcsolatot, és már a diploma megszerzése előtt tudja a hallgató, hogy hova fog érkezni, megismeri azt a közösséget, és én azt gondolom, hogy pontosan ebben van az a varázs, hogy egy közösségben élni, egy közösségért tenni, az a pedagógus hivatással együtt jár. Nagyon sok örömteli dologról beszélgettünk most, de hát negatív dolgokról is beszélnünk kell, ugye egy súlyos energiaválság fenyegeti egész Európát, és ma ugye a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a kormánynak továbbra is az a célja, hogy ne kelljen az iskolákat, az óvodákat és a bölcsődéket bezárni, ugyanakkor elrendelték, hogy csökkenteni kell a gázfogyasztást. Önök milyen intézkedéseket tesznek meg, hogyan tudják csökkenteni a költségeket az oktatási intézményekben? Először is szeretném tisztázni, hogy a félreértések elkülönülésében nincs online oktatás. Tehát azt hiszem, hogy megtapasztalhattuk a Covid idején, hogy milyen negatív hatása volt a gyermekeink számára, hogy a közösséget nélkülözniük kellett, tehát mindenképpen arra törekszünk, és azt gondolom, hogy ki is jelenthetjük, hogy nincs, ebből kifolyólag nem lesz online oktatás. Ez egy megnyugtató válasz lehet a szülőknek, azt gondolom. Mindenképpen, hiszen azt gondolom, hogy ez csak ilyen tévhit és ilyen folyosói pletykaként merült fel. Nincs online oktatás. A jelenléti oktatás az, amivel azt gondolom, hogy maradéktalanul tudjuk a szocializációs fejlesztését és egyébként a nevelést, oktatást biztosítani az intézményeinkben. Tehát akkor ezt gondolom, hogy ezt tisztáztuk. Természetesen a költségvetésünk az eredeti előirányzatra vonatkozóan terveződött. Meg kell tennünk azokat a lépéseket, amelyekkel azt gondolom, hogy korábban is éltünk. Nevelési feladatunk egyike, hogy takarékosságra neveljük a gyermekeinket, és mi magunk is takarékoskodjunk. A
Víz esetében már korábban is ezt tettük, hiszen zárjuk el a csapot, kapcsoljuk le a villanyt, ez alapvető dolog. Most az energiaár emelésében azért jó magunk is megvizsgáltuk azt, hogy a fűtési rendszereink hogy állnak. Kezdem azzal, hogy 14 olyan intézményünk van, amely részben a város részben a mi felújításaink kapcsán energetikai felújításban részesültek, tehát becsomagoltuk az épületeinket, kicseréltük a nyilászárúinkat, tehát itt sokkal könnyebb dolgunk lesz, mint esetleg olyanoknál, ahol ez nem történt meg, mert úgy gondolom, hogy pontosan erre irányulnak ezek a fejlesztések. A másik, hogy természetesen felmértük azt, hogy hol mivel fűtünk. Hőszivattyús rendszerrel működik 5 intézményünk. Itt úgy gondolom, hogy megnyugtatóak az eredmények, hiszen 21-ben a tankerület 22-es és 23-as tanévre megvásárolta az elektromos áramot, tehát azt gondolom, hogy itt rendben vagyunk. 2 olyan intézményünk van, amelyek alternatív megoldásként pellettel, illetve fával fűthetőek. Még ezt nem próbáltuk, illetve a pellet az működik Nyírábrányban, tehát nyilván, hogy itt már azért gyakorlatunk is van, hogy hogyan kell ezt megvalósítani. 17 intézményünk a hőszolgáltatóhoz kapcsolódik, és 19 intézményünk van, ahol pedig gázzal fűtünk. Nyilván másként kell hozzáállni ott, ahol gázfűtésünk van, és máshol ott, ahol esetleg a hőszolgáltatóval van kapcsolatunk. Egy biztos, hogy már korábban is alkalmaztuk, most pedig fokozatosan fogunk figyelmet fordítani arra, hogy hétvégén, vagy esetleg a szünetekben temperálni fogjuk, tehát meghatározott hőmérsékletre állítjuk vissza a hőt, vagy a hőt, illetve hogy azon is dolgozunk a kollégáinkkal, hogy hogyan lehet akár intézményen belül is akár leszakaszolni úgy a fűtés határokat, hogy hol vannak egész nap a gyermekeink, ott nyilván másfajta hőmérsékletet használni, és természetesen hőszolgáltatóval nagyon szoros együttműködésben kell majd ezeket megvalósítani. A napokban ezeken dolgoznak a kollégáim. Ugye az előbb azt mondta, hogy takarékosságra nevelik a kicsiket. Most az jutott menet közben eszembe, hogy ez egyébként mennyire része a jelenlegi oktatásnak, hogy az ilyen fontos társadalmi kérdésekről beszélgessenek a gyerekekkel, akár az ő nyelvükön. Ez teljesen természetes, hiszen egy gyermek akkor fogja megérteni a körülötte lévő világot, ha azt lefordítva az ő korára, akár otthon a szülők, akár pedig tanítónéni, vagy később a felső tagozat, nem beszélve a középiskolásokról, akik már ifjú felnőttek, a saját nyelvezetére és a saját korával kapcsolatban. Igen, ha kérdéseket tesznek föl, arra egyetlen egy megoldás van, őszintén kell válaszolni. És akkor így talán nem érzik a bizonytalanságot. Ugye? Ez szerintem a családban is így van, hogyha bizonytalanságot éreznek a szülőben, vagy az iskolában az oktatók esetében, akkor az átszűrődik az ő kis világukba is. Egész életünk alapja a biztonság. Ha biztonságot kapunk a szüleinktől, biztonságot kapunk a tanítóinktól, tanárainktól, akkor azt gondolom, hogy még a rosszat is sokkal jobb elviselni és elfogadni, mint hogyha bizonytalanságban tesszük a dolgunkat. Egy picit csempészük itt bele akkor a magánéletet, ugye 4 évtizedes közoktatási szerepvállalás után nyugdíjba vonul, és ugye korábban Pro Urbe díjjal ismert el az ön munkásságát a város. Erre az alkalomra készült is egy kis videó, ennek a rövidített változatát nézzük meg most közösen. Papné Gyulai Katalin a debreceni tankerületi központ igazgatója. Közel 4 évtizedes közoktatási munkája Debrecenhez kötődik. Pályáját a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben kezdte általános iskolai tanítóként, majd ugyanott később intézményvezetőként is irányította, koordinálta a munkát. 2007 és 2012 között Debrecen megyei jogú város polgármesteri hivatala oktatási osztályának vezetője volt. 2012-től nagy szakmai tudással, hozzáértéssel vezeti a debreceni tankerületi központot. A társadalmi felelősségvállalás elkötelezett híve, tagja a Debrecen önkormányzata által létrehozott oktatási tanácsnak, valamint elnöke a Tehetséges Debreceni Fiatalokért közalapítvány kuratóriumának. Elvitathatatlan érdemei vannak a több mint 10 éves városi szintű tehetséggondozó program kidolgozásában, működtetésében, melynek kapcsán a szakma debreceni példáról beszél. Elképzelésének eredményeként indult el az országban egyedülálló módon a vak és gyengénlátó tanulók számára a gimnáziumi nevelés oktatás Debrecenben, valamint a város 3 intézményében az inkluzív nevelés. Sok éves vezetői tapasztalatával, tevékenységével nagy mértékben hozzájárult a Debrecen város oktatását jellemző eredményességhez, elismertséghez. Egy gyermek szemében a tisztet
tekintetében benne van a szeretet, az a köszönöm, vagy az a szomorúság, ami neked dolgoznak kell, hogy az a szomorúság mosolyjá váljon. Igen, azt gondolom, hogy az a legfontosabb a világon. Társadalmi felelősségvállalás, tehetséggondozás, a gyermekek szeretete, sok minden elhangzott itt. Lehet ilyenkor összegezni? Hogyan tekint vissza az elmúlt évekre, évtizedekre? Még nem gondolkoztam rajta, mert hogy még nem volt időm ezzel foglalkozni. De azt gondolom, hogy mindennek egyetlen egy nyitja van, és az a csapat. Egyedül elérni eredményt nem lehet, csak csapatban lehet. És én azt gondolom, hogy bárhova veti az embert az élet, ott az első, főleg vezetőként, hogy nagyon jó csapatot építsen. És én ezeket az eredményeket, ha szabad egyes szám első szemében fogalmazni, úgy értem el, hogy mindig ahova sodort az élet, vagy ahol feladat várt rám, ott mindig nagyon jó csapatot építettem. És a tankerületnél sincs ez másként. Szoktam mondani, igazi vadlut csapatként tesszük a dolgunkat, és odafigyelve egymással, csak így tudunk eredményeket elérni. Mi volt egyébként a hitvallása? Mi a hitvallása? Amit talán többször is elmondtam, és ez a csapathoz kapcsolódik, hogy az az embercsapat, amely közös irányt követ, és amely áthat az összetartozás érzése, az hamarabb és könnyebben célba ér, mert tagjai egymás húzóerejét kihasználva haladnak előre. Ilyenkor gondolom azért számtalan emlék felötlik, vagy felmerül. Vannak legkedvesebb emlékek? És azok mihez köthetők? Gyerekekhez, élményekhez, kollégákhoz? Teljesen vegyes érzelmeim vannak most ebben a pillanatban. Persze, hát vannak talán az első és legnehezebb pillanat az életemben az volt, amikor egy hosszú időn keresztül úgy tanítottam egy gyereket, hogy meg sem szólalt első osztályban. És senkihez nem beszélt. Otthon igen, az iskolában nem. És februárban meghúzta a szoknyámat, és azt mondta, hogy figyelj, el tudom olvasni. Igen. Akkor milyen érzés volt? Igen, de még most is elszorul a torkom. Tehát talán ez volt pedagógusként ez. Vezetőként pedig számtalan, amikor a gyermekeink sorra hozták az eredményeket, amikor egy iskola felépült, amikor szépültünk, amikor elismerték a munkánkat, vagy a munkámat, természetesen ezek felemelő érzések. Tehát az, amikor az ember a Magyar Aranyérem keresztet átveszi, vagy a Pro-Urbe-díjat a várostól, azért ez olyan élmény, amit nem lehet felidézni. Többször ott meg kell élni, és amikor így felidézed, akkor már úgy Úristen, ez velem történt meg. Tehát, hogy ezek, amikor mindennapokban teszed a dolgodat, akkor nem azért teszed, hogy elismeréseket kap, de nagyon jól esik. A fiatalok kapcsán kérdeztem, hogy miért lehet vonzó a pedagógus életpálya számunkra. Annak idején ön miért szeretett volna pedagógus lenni? Nagyon egyszerű. Volt egy tanítónéném, és én olyan szerettem volna lenni, mint ő. Ráhasonlítani. Ő milyen volt? Kedves, aranyos, odafigyelt a gyermekekre, a vásodtól a nagyon okosig, a csillogó szeműen mindenkiért, és én ilyen szerettem volna lenni. Szerette a gyerekeket, ilyen egyszerű volt. És én olyan akartam lenni, mint ő. Példaképen volt. És azt gondolom, hogy ha valaki példaképé válik, az egy nagyon fontos dolog az ember életében. Ugye még nem nevezték meg az utódját, de így névlegesen is, vagy hát pont, hogy nem névlegesen is, mit üzenne neki? Hogy hogyan folytassa ezt a munkát, amit most ön letesz neki? Hogy számítson arra a csapatra, amelynek az élére áll. És a csapatban mindig elől megyünk, és mutatjuk a példát, mutatjuk az utat. És akkor a csapattagok azt fogják mondani, hogy együtt vagyunk. Egy egyszerű kérdés. Most a fókusz gondolom egy kicsit átkerül. Hogyan képzelni a következő éveket, évtizedeket? Remélem ebből nagyon sokat megél majd. Én nagyon bízom benne, mert hogy mi évekkel ezelőtt a férjemmel elhatároztuk, hogy majd egyszerre szeretnénk nyugdíjba menni, és bízom benne, hogy most nem fogom sérteni a személyiségi jogait, 65 éves lesz decemberben, és együtt fogunk elmenni nyugdíjba. És szeretném, hogyha az elkövetkezendő időszakban sokkal több időt tudnánk együtt tölteni, mint korábban, mert ő mindig támaszként tett át mellettem, és a családom nagyon fontos számomra. Tehát azt gondolom, hogy egy ember élete sok kicsi apró dologból tevődik össze, és úgy válik kerek egészé, hogyha annak egy részét teszi ki a hivatása, a munkája, de a másik része és a nagyobb része a család.
Ehhez nagyon-nagyon sok egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt nálunk, és hogy tudtunk beszélgetni. Köszönöm én is. Kedves nézőink, eddig tartott mai adásunk. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!